Na, elvittem ezt is. 3400 ez is. De jó drága egy taxi, bazzik. Egy mérföldre visszamegyek, az $3000-okat nyomnak. De se, nincs is értelme beülni a taxiba. A fárszolni nincs. Geci. Eszembe jutott, hogy az irigy hónajmirigyben volt egy ilyen taxis poén. Hogy? Hogy mondta az egyik taxis a másiknak, hogy gyengén keresek. Általában nem, nagyon közelre visszam a kuncsaftokat, és így nem pörök ki rendesen a taxiórám. És azt mondja nekem a tapasztalatomig, ó ember, látom, hogy még kezdő vagy. Szerintem egy taxisofőr miért markolásza egész nap a tökkeit a másik kezével megvezet? Azért, mert oda helyezünk fel egy kisebb pumpát, amiben a hélium megfelelően nyomatja fel a taxióra összegét. Jó, Istenem. Olyan a pumpa, amit a fasz mellé helyeznek el, mint hogyha a herezacskódat fogdostad, és közben pumpálod a taxióra. De ugye, hogy jó, röhögsz, te kecsék. De még, hogy lehet így a mondatot megkezdeni? Az egyetlen egy taxis, hogy miért markolász egész nap a tökény? Istenem. Annyira röhögtem, kicsaptam egy motorost is a oldalra. Elég, ha a golyóid mellé beteszel egy héliumos párnát, markolászod, azt akkor a taxióra kipörök. Ó, Istenem. Gyökér. Ha ők. Na, valami gangstert vettem fel. Meg egy vén embert dobtam most ki. Azt még folytattam mondókát azzal, hogy nagyon jó volt, mert a legutóbb egy kis csajt vettem fel, és nagyon bejöttem neki. Két kézzel is vezethettem, mert ő helyettem markolázta a tökeim. Hát szerinted... Adja kére. Azt mondja, nem elég, hogy felizgatott, de alig 2 kilométerre kerestem 66 000 forintot. Hát van benne igazság. Van. Taxis poénu. Mégis röksz rajta. Egész napta. Markolász a tökeid. A taxisok azt csinálják. Ha ott van a párnázott hélium, hanem beüzi taxiba, a másik keze, érted, mindig el van tévedve.